Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel várunk titeket Tündérországba, ahol nem csak különleges lényekkel és tündérekkel találkozhattok, de a végén kiderülhet az, hogy esetleg ti is a részei vagytok. Szerintem a Tündérlálának a története az gyerekek számára és felnőttek számára is nagyon szerethető, mert egyrészt van egy olyan világa, mind vizuálisan, mind a jelmezekben, mind az egész díszlet meg előadás húzalma, ahogyan végigutaztat, ami szerintem lenyűgöző, meg nagyon látványos, meg magába szippant. De közben meg a történet, az nekem nagyon kedves, és szerintem a Tündérlala egy olyan mese, ami nagyon sok mindenre tanít, mind az elfogadásról, mind a nyitottságról, amitől nekem fontos ez az előadás. Egy gyere! Legyen a neve Lala!